3,1 milliárd forintból gazdálkodhat Tolna városa az idei évben, amelybe belekalkuláltak még csaknem 800 millió forintnyi tartalékot is. Költségvetésünkben 800 millió forintot megközelítő tartalék van, egész pontosan 780 millió forinttal terveztünk, több mint 300 millió forint a működési kiadások fedezetéül szolgáló tartalékok, illetve 470 millió forint ugye a fejlesztési tartalékunk. Biztos mondhatom, hogy gyakorlatilag ezekkel a tartalékokkal egy biztonságos működés alapjai megvannak a városunk életében. Bízom benne, hogy nem lesz szükség hitelfelvételre. Egyébként biztonság kedvéért mindig van egy folyószámla hitelkerete az önkormányzatunknak. Erről idén januárban is döntöttünk, de nem használjuk. Évek óta, hál' Istennek, szerencsére nem kell hitelkerethez hozzányúlni, sőt, tavaly évben is jelentős betétjei voltak az önkormányzatnak. Igyekszünk hónapról hónapra a nem használt likvid pénzeszközöket lekötni. Az ez évi költségvetés azért is különleges, mert olyan megnövelt keretösszegek állnak rendelkezésre a sportegyesületek és civil szervezetek számára, amelyek korábban nem voltak kigazdálkodhatóak. Az elmúlt egy évtizedben talán az első olyan év, amikor meg tudtuk adni költségvetésünk lehetőséget nyújt arra, hogy valamennyi sportegyesület a támogatási kérelmében megfogalmazott és alátámasztott összeget fogja kapni, tehát mindenki megkapja mind a sporttámogatásra, illetve két egyesület, a Kajakkenu Egyesület, illetve a Városi Labdarúgó Klub üzemeltet létesítményeket, az ahhoz kért üzemeltetési támogatást is. Ez azt jelenti forintosítva, hogy az előző évekhez képest mindegy 50%-kal több támogatást biztosítunk a sportegyesületeknek, ez a 20 millió forintot meghaladja. Itt azért kiegészíteném azt is, hogy a közművelődési keretösszegünket is, tehát a civil szervezeteknek a keretösszegét, amire majd ezután pályázhatnak, megemeltük, azt 25%-kal, azt viszont tavaly is emeltük 25%-kal, tehát ugye az elmúlt két évben ott is volt egy 50%-os keretösszegemelés. Az alpolgármester elmondta, a városnak kiemelten fontos a sportélet támogatása, 7 egyesület 9 sportágban végzi el feladatait, így pedig közel 400 fiatal sportolhat rendszeresen. A Nemesi Lovas Egyesület is kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz programjainak a támogatása tekintetében. Egyhangulag szavazta meg a képviselőtestület ezt is, hogy a lovasnapra, a családi napra és az országos fogadhajtó bajnokság megrendezésére 1 millió 350 ezer forintot biztosítunk, illetve további 350 ezer forintot a lovaspálya világításának korszerűsítésére. Ez egyébként az önkormányzat tulajdona, a lovaspálya, a lovas egyesület ugye üzemelteti azt, ő is saját forrást még ehhez hozzátesz egyébként a fejlesztéshez. Ami nagyon fontos, a három esemény közül említettem az országos bajnokságot, ami októberben kerül megrendezésre Tolnamözsön. Ez egy elég nagy jelentőségi, hiszen a szabályzat szerint, az Országos Szövetség szabályzata szerint egy vármegye 10 évente rendezhet ilyen eseményt, úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, hogy az idei évben településünkön láthatjuk majd vendégül az 1-es és 2-es fogadhajtók bajnokságát, országos bajnokságának döntőjét. Az ülésen döntést hoztak az új utak építéséről, mint például a Deák Ferenc utcában, a Vásártér környékén, ahol évek óta igénylik az ott élők a garázsok jobb megközelíthetőségét. Továbbá döntöttünk arról is, hogy a textilház előtt van egy zúzott köves út, de szükség lenne parkolóra, illetve ennek az útnak a felújítására, hogy a műszaki osztály dolgozza ki ennek a paramétereit. Továbbá, mint mindenhol az utóbbi időben, hogy a járműforgalom növekedik, óriási probléma a parkolás, ezért újabb parkolóhelyek kialakításáról döntöttünk, illetve most konkrétan már arról, hogy a Festetics utcában a régi posta a Selyemgyár melletti területen, illetve Selyemgyár előtti területen tervezzük meg, illetve az Ötvös utcai általános iskola környékén, az iskola előtt, illetve oldalában is tervezzük meg a parkolók létesítését. Ezen a két helyen együttesen több mint 50 parkoló
parkolóhelyet szeretnénk kialakítani. Több új fejlesztésről is döntöttek a játszóterekkel kapcsolatban. Egyetlen egyet sem szeretnének bezárni, sőt, ha igény adódik rá, bővíteni kívánják ezek számát. Új padokat és szemeteseket terveznek, illetve kerítéssel is védeni kívánják a tereket használókat. Illetve legyenek új játékok, ahol esetlegesen növelni kell, illetve hát azt láttuk az anyagból, hogy Mözsön a dobótéri játszótéren mindenféleképpen növelni kell a játékok számát, tehát ott úgy látjuk, hogy nincs elegendő játékeszköz a gyermekek részére, illetve az én vesző paripám, de nagyon szeretnénk, hogyha egyfajta árnyékolást tudnánk a játszótereinken. Ugyan lehet ez természetes, a növényzet adta árnyék, de az hosszú idő, mire mondjuk a fák megnőnek, de addig is akár napvitorlával szeretnénk ebbe az irányba menni, hiszen olyan intenzívek a kora délutáni napsütések a nyár folyamán, hogy gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy ebbe az időszakban nem is nagyon veszik emiatt igénybe a játszótereket. Berta Zoltán elmondta még, hogy közel 20 projektjük előkészülete zajlott le az elmúlt években, ezek beadásáról is határoztak. Február 1-én, 2-án kiíródtak ezek a úgynevezett top pluszos Európai Uniós pályázatok. Ezekre készültünk, ezekre készítettük a vázlatterveket, projektterveket. Mostani testületi ülésen újabb 10 projekttervet fogadtunk el, úgy mint a sportcsarnok sportszékház felújítását, a családsegítő központnak egy új épületbe való átköltöztetését, a piactér fejlesztését, a városközpont, a város főútja melletti buszmegállók, buszvároknak a fejlesztését, az iparterületi fejlesztést, hogy teljesség igénye nélkül soroljam ezeket. A projekttervek elfogadásával együtt ugye arról is döntöttünk, hogy a megnyílt pályázatra beadjuk a pályázatainkat. Egyébként azoknak a beadásnak a határideje március vége, tehát március végéig valamennyi, azaz az a 19 projektünk pályázati igényét, támogatási igényét be fogjuk nyújtani. A jövő tehát fényesnek látszik, a működés pedig biztosított Tolnán.